Sziasztok! A mai videóban a fiatalok körében nem annyira ismert Bagoshi Brothers Company-ről lesz szó. Tartsatok bele! Bagoshi Brothers Company 2013-ban alakult indie rock, alternative rock, folk rock stílusú zenét játszó erdély magyar zenekar. A zenekar tagjai Bagoshi Norbert, Bagoshi László, Barti Szilárd, Tatár Attila és Kozma Zsombor. Életük úgy indult, hogy már több éve együtt zenéltek. És Bagoshi Norbert visszaemlékezése szerint már 6-7 zenekarban is megfordult, melyek mindegyikében ott volt Öccse László és Barti Szilárd is. Írták a sikeres Add vissza a játékom című dalt, és ezután jöttek rá a srácok, hogy alapítani kellene egy saját zenekart. 2013-ban Gyergyószentmiklóson meg is alapult a Bagoshi Brothers Company. Bagoshi zenekar elnevezését László gitáros énekes és Norbert basszusgitár vokálos családneve iklette. És még ehhez csatlakozott a dobok mögé Barti Szilárd, Tatár Attila gitáros énekesnek és Kozma Zsombor pedig a hegedű harmonika és a billentyűk mögé a bandához. Években Tatár Attila vállalta a zenekar menedzselését, és klubokban énekeltek, fesztiválokon léptek fel Erdély több településén, és a számaikat elkezdték játszani az erdélyi és a magyar rádió. 15-ben nyertek egy pályázatot, mely támogatást nyújtott a kezdő zenekarok számára. Így lehetőségük nyílt az első stúdióalbumuk az Elviszlek elkészítésére. Bagoshi az első erdélyi zenekar, mely Magyarországon és az egész Kárpát-medence szintjén is ismert és sikeres lett. Olyan erdélyi együtteseket tudtak maguk mögé utasítani, mint a Metropol és a Transzilvánia, akik ezt nem tudták elérni. 2016-ban már állandó részvevői voltak a legfontosabb magyarországi és erdélyi zenei rendezvényeknek. 2017-ben jelent meg a Nap felé című nagylemezük. A zenekart pedig jelölték a Fonogram és a Petőfi zenei díjra is. 2019-ben elnyerték az év akusztikus koncertjéért járó díjat a Petőfi zenei díjkiosztón a 2018. november 5-én megrendezett koncertjükért. 2019-ben megjelent harmadik stúdióalbumuk a Veled utazom, mely Magyarországon 6-szoros platina minősítést ért el. Fennállásuk során a Bagoshi nem csak Erdély, hanem Magyarország egyik meghatározó együttese lett. Számos pozitív visszajelzést kapott a szakma és a közönség részéről, és több olyan nagy színpadon és ikonikus helyen lépett fel, amely a legtöbb induló zenekar számára elérhetetlen. A zeném tőlük az nem más, mint az Olyanő és a Visszajövök, ami számotokra is ismerős lehet. Én nekem nem nagyon ismerős a banda, és távol áll tőlem ez a fajta zene, amit ők gyártanak. Hát erre azt szokták mondani, hogy ízlések és pofonok. Ha van kedvetek és nagyon jó zenéket szeretnétek hallgatni, akkor keressetek rá a banda zenéire és ismerkedjetek meg velük, mert nagyon szimpatikus együttesről van szó. Köszönöm szépen, hogy megtekintettétek a mai videómat. Hogyha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és mellesleg nyomjátok meg a csengőt, hogy le ne maradjatok a következő videómról. Találkozunk jövő héten vasárnap, én mindig Laci voltam. Na, sziasztok!